уловить, что не заметил. Хотя помню, как меня ты целовала. И нежные слова всю ночь не шептала. Спрашивай, крошка, ты никак не понимаешь. Безразличие мое совсем не замечаешь. Ну а все слова и брошенные фразы были не всерьез, были просто так. Совсем не уделяю. Письма на email уже не посылаю. Не даю тебе свои стихи и песни. Я рядом с тобой, все было интересно. А ты глянь на меня, проходишь мимо. Все ты понимаешь, но не даешь ты вида. Ты же поняла, что все свои фразы были не всерьез, были просто так. Или просто так. Все твои слова, как от них кружилась голова. Na hát, hello, sziasztok, csá mindenkinek, szép estéket, meg ehhez hasonló dolgokat. A mai napon, hát remélhetőleg végre folytatni tudjuk a Call of Juarez Gunslinget, remélhetőleg nem lesznek ilyen technikai problematikák, mint amik tegnap voltak. Kopogjuk le, faasztalon, vagy mi a fasz. Úgyhogy a mai este folyamán itt remélhetőleg folytatni tudjuk ezt a csodás játékot, és miért ilyen geci hangos ez már megint. Na most már jobb. 12-es. Jó lesz. Remélhetőleg kép meg hang is van, úgyhogy hát próbáljuk meg játszani is vele, és remélhetőleg minden faszán fog menni. Úgyhogy folytassuk is ott, ahol abbahagytuk, így Johnny Ringo megölésével, és így Silas fejvadász karrierjének az indulásával konkrétan. Tak. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting plumber looked like a good way to get rich quick. Na, akkor irány a bánya belseje. Expose him as the leader of the bandits. And put a generous price on his head. Közben fejleszünk. Jó. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. Bőzöny. Köszi. Talán most már nem akad, ugye tegnapi nap folyamán itt még nálam is akadtak a dolgok. Itt most jelen pillanatban nálam nem akad. Remélhetőleg nálatok se. De majd, hogyha úgy van, akkor nyugodtan szóljatok, hogyha arról van szó, és akkor eszközülünk néhány változtatást. A pufka, kedvenc fegyverem. Na jó, de amúgy. Mert tök jó fegyver itt a puska, közelre és távolra is egyaránt.
Úgyhogy ez egy ilyen unison, tehát egy ilyen univerzális fegyvernek minősül. Hát. Megnézzük, mi van teremnek a dolgok. Ó, bánya, ugye? Gondolom lesz bányató, meg ilyen csodálatos western helyszínek is. Szokás szerint. Kicsit remeg a puska, de nem azért, mert alkoholista vagyok és nem ittam eleget, hanem mert nem tudom, valami remeg. Get. Besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past him. As my late father pointed out to me more than once, God made men, and Samuel Colt made them equal. You're done. Célozni még mindig meg kéne tanulni, ugyebár. Pedig majdnem ott volt. Hát ez nem volt jó. A csille mögött el tudunk bújni legalább. Gondolod? Legalább nem. Ha ott van, gondolom a bánya bejárata, majd oda kéne bemenni. Előtt azért itt nézzünk körül. Már legalább ezért is lehet pontokat kapni. Szia Hajni, Hali, Mizu, hogy telt a napot? Úristen! Jaj, ennél az overlaynél bekapcsolva hagytam ugye itt az alerteket. Úristen, nem baj. Hostolós, köszi szépen. Hogy vagy, Mizu? És érdekesen nézett ki a tűz maga. Hogy telt a napot, Mizu? I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. Nem mondott, hogy leadtad a dinamitot. Helyes. Csirke! Vagy kakas. Ez Peta csinálta a játékot. Na király, örülök neki. Hogyha a vége az itt jó lett. Én itt ide azért benéznék, nem tudom, hogy itt mi van. Ó, plusz cuccok, ahogy nézem. Egy arany rög van a közelben. Nice. Hát, ó, király titok. Picit hosszú napom volt, de amúgy nem volt rossz. Ó, 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 ó. Szóval amúgy meg nem volt rossz. Szóval az dinamit volt, jó. Robbanó anyag. Jó van. Ezt akkor még egyszer. Mert ez egy titkos helynek minősül, ahogy nézem. De amúgy kicsit hosszú volt, de remélt. De nem volt annyira vészes szerencsére, úgyhogy... Ó, ez egy mellékút is egyben. Úgyhogy annyira szerencsére nem volt vészes. Biztos távolból lőjük ezt ki. Tényleg jó? Már mintha picit, mintha még akadna, de lehet, hogy... Nekem van hülye szemem. Jó, itt felszedtünk mindent, jó. Gondolom. Akkor itt mehetünk is tovább. Kicsit kerülővel, de... Menjünk. Amúgy köszi szépen a visszajelzést. Elbizonytalanodott. Hajjaj. Alapvetőleg most jobban fut, de mintha picit ilyen
Hát szakadozó lenne, na. Akkor menjünk a bányához. It was the biggest gold rush since Shutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those ridges. A puskát elő. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's son. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Tudod, nem fogok tudni átugrani. Kurva dinamitos. Hát figyelj, max visszanézem azt, hogy hogyan ment, aztán majd úgy alakítgatok rajta majd. Hogyha arról van szó nyilván. Ezért köszi, hogy adod a visszajelzést folyamatosan, tényleg köszi. A zene az jó. Úgy is van. Geller. The rest were veterans of the Civil War. Stone cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Dangerous, desperate individuals. Hát annál veszélyesebbek nem nagyon vannak. If Daddy had lived to see Alfred Nobel's explosive invention, my guess is he would have told Samuel Colt to kiss his ass. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Éppen van nyugati módszer, ahogy megyünk, de... Persze. I was outnumbered and in way over my head. But I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish. Seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No.
Nem tudom, hogy akció közben mennyire tűnik így a hang meg a kép egységesnek, úgymond. Remélhetőleg faszán megy minden. Úgy basszájba. Néz ki a csávó, azt nem lehet lelőni. Nice. I thought I was some kind of hero. Ja, hogy ez halott. Akkor nem szóltam. Lőszereket gyűjtsük be. Oké, köszi. Jajaj. Legább ezekért is kapunk pontot, egy minimálisat. Legább biztosan meghalnak ezek, úgyhogy azért is robbantom fel. I finally made it past and headed on to meet my destiny. Bizony. But first, I had something I needed to figure out. Azt hiszem, hogy azt le tudom lőni. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Hozzárakta természetesen. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Hát akkor... Már erre nem tudok menni. Jól van. Kapcsoljunk ezt egy fokkal taktikusabb. Szögbe. Sziasztok! Ah, jó, elbújtak. Halló? Rendben, köszi szépen, hogy itt voltál. Köszi, jó pihenést. Szia! Igen, igen. Köszi szépen, szia. Jó pihenés, jó éjt. Hol az anyád? Lőszert nem adsz, nem? Ezek magukat robbantják fel legalább. Anyádat. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. This some bitch is pissing me off! Some of those shafts could be as deep as hell. That's it for you! Fasz a deszkákat is legalább szíjjel lehet lőni, ugye? Anyádat. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Valami olyasmi. Egy aranyrög van a közelben. Köszi.
Bassz meg. This is why I do not like heights. Sprintelni kellett volna, bassz meg. Puska kellett volna, bassz meg. Na, erre nem is voltam. Ó, hogy basznád szájba. Elnézést. Nyilván nem bírja ki. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. Onnan jött az a csille, bazd meg. Amúgy. Ó, közben érdekes dolgokat olvashatunk itt a törtőképernyők kapcsán. Illetve itt a tovagynyugati világgal kapcsolatosan. Wow. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Na, a lőszer az sose baj. Hiába van itt aranyrök, hogyha nem látom, baszod. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. All it takes is one tiny spark. Mi a fasz? Mennyi volt amúgy? Azt gondolod, úr, hogy geci sok volt, vagy mi? Jézus. Jó. Szóval vigyázni kéne. You'll die for this, you hear me? Vigyázni kell, bazd meg, tele van baszva hordóval. Fú, shit. One wrong bullet could have turned that mine into a dad blasted tomb. Ooh. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly it's push. Yeah, motherfucker, mutafikker. Kiugrottunk, még mielőtt beomlott volna a cucc. Na nem már, hogy ezt is el kellett volna kerülnöm. Fasz. Instead, I spotted a ladder. A way into the mine from the opposite side. Egy kis történet átdolgozás. Köszönjük, játék. Na ezért is érdemes ugye itt ezzel játszani, mert hát van benne azért elég sok kreatív dolog. Főleg itt, ahogy itt meséli a csávókám a dolgokat. But that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes,
Szóval, ja, itt azért elég masszívan, illetve, hát, hogy is fogalmazzak, szabadabban bánnak itt a történetvezetéssel, úgyhogy ezért is jó ez a játék, érdekes színfoltnak mondható. I needed to make a leap of faith. I was determined not to give up, however. Mégis összejött. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. Made it my mission to settle that score come hell or high water. Mm-hmm. Hell or high water, ugye? Jó kis kifejezés. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Inkább létrát másszunk, hogyha egy mód van rá. Szerintem. Egy fokkal biztosabbnak érződik. Csak érződik. Egyensúlyozni is lehet, az jó. Nem látom a mocskot, az a baj. Show yourself, coward. Ott lesznek, ott lesznek. Gyorsan. Köszi. Mocskos disznók, fúj. És innen hova tovább? Plummer was a mad dog killer. And the people of Nevada City deserve better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. Van még egy dinamitos köcsök. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Oh. Ez jól néz ki. Lefelé, jó. Dinamit. Lőszer. Aha. Boss harc lesz. Örvényen kívül. Csaló. Henry Plummer. Szép.
Bújkál a rohadék. Bassza meg. Shit. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was gonna take some doing. Rebounds vagy. I'm going all medieval on your ass. Oké, csávos. Akkor két fázis lesz, az jó lesz. Nyilván. Come on, boys! Take this cocksucker out! Újra. They're gonna bury you in a million pieces. You can shoot, but can you aim? No blood money for you today. Pofájába robbantak a büdös gecinek. Ajajajajajaj. They're gonna bury you in a million pieces. I can shoot too. They're gonna bury you in a million pieces! How do you like that? Do you know who we are? Tudom, csak leszarom. Köszönjük. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Csípőből tüzelés. Hajrá. Akkor folytatás. Nézzük, milyen a következő küldetés. Úgymond küldetés történet. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Biztató a cím. Elég gyors vagy, légy halott. Hajrá, hadd menjem. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. Why is that so? I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley.
tűnik valaki belesétált a dinamitunkba. Szerencsére. Ó, ez a fegyver nem is rossz, a piftoly. Anyád. Átható lövés. Amúgy ez a helyszín is tök jól néz ki. Köszi. I thought the Texas Rangers got hard. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night, as I fought my way past his loyal compadres. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Harden was waiting for me, and... És megtalált. Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. No. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Harden was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. Families who put up money in hopes of finding justice. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. Freezing my giblets off. Ain't right we gotta stay out here keeping watch like this. Ain't nobody stupid enough to go after Harden anyway. Nem látok robban a hordót, az a baj. Better 3 hours early than a minute too late. Damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Harden was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. And that was easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was. Ez tényleg gyors tüzelő, bassza meg. Ez kettő volt, hol a harmadik? Lejjebb, jó. I had to spill a lot of blood to find out Harden wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Harden's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Menjük itt oldalt, én a hondó vagyok. Bár... Hát itt lőszer szempontjából érdemes lenni ide jönni. Honnan beszélsz a sziklából, bazd meg? Let the boys know we got another law dog. Biztos? Ott vannak, gondolom, fenn. I wondered if Bob was among them. Fűrészer csövűsörétes, az mondjuk mondnám kell. Wow. Köszi. Vagy nyugat, ugye? And I steeled myself for the fight ahead.
For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Erre kéne menni amúgy, kis segítség, nem. Viszont erre még nem voltam. Nem is lehet menni. Úgymond természeti akadályok állják ilyenkor az utadat. Láthatatlan falak, ugye? Keressük meg a csávót. De legalább végigírunk itt az előzményeken. Na, megint egy istán lóg az meg. Hoppá, távolra kóboroltál a történettől, poén, hogy így kiírja, jó van. Vettük a lapot. Ha mindegy, körbenézzünk, felfedezzük kicsit a környéket, na. Hát beta, oké, értjük. Morgákat nem lehet lelőni. Közeledünk. Aha, és itt vesszük fel a vonalat. Vonalat, hogy itt az elejétől kezdve. Before I could test my metal against Harden, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. Nem nyitok meg időbe a gombot. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. He'll kill us all! Éppen születésnapját ünnepli a csávó, vágod. Picsáját szétlőttük, köszi. Passzálj be! Anyád. Fejlesztés varázsa, ugye? Nincsen gránát, majdnem dinamit. Gránát. Ez nem Call of Duty. Kilógott a búra. I
I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. A mártot fognak megtartani. A gránát, a gránát, majd én azt mondom gránát. Bizony. Just dodge. In fact, I felt a certain hostility. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Fastest gun in the West. Most jött a csáv. I felt a bolt of adrenaline. Oh shit. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Hát ez nem jó. Gyorsabb volt. That man was faster than grease lightning, but being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back at a saloon, just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Aki fizesse már a sört. Van még egy pontunk. Ó. Hát végül is nyomhatjuk. Bár még ezt fel kell még oldani. Izzó fegyverek. Gyors új letöltés jöhet. És akkor folytassuk. Nézzük meg, mit rejt a következő pálya fejezet, mit tudom én. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Ó, nézd már renegát, apacs. Az jó lesz. Változatos lesz legalább. Renegátokkal táncoló. Vagy farkasokkal, ugyebár. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Not your region.
Gray Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony. Oh. And the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Fasza. Szóval a bosszú vezérli a csávót, akit hát mindenkinek meg ugye fejbe kéne lőni, mert hát kvázi vérdíj van a fején. Mi meg ugye fejvadászok vagyunk, úgyhogy konfliktus lesz itt, érdekes. Meglátjuk, mi lesz belőle. Szürke farkas, ugye? És akkor ez már ugye itt az ötödik epizód. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Hordája is van, bassza meg. Azért meg kell mondani, hogy szép helyen bújt el a csávó. They saw me before I saw them. Nyilván. A fasz. Szikla mögé. Itt a kúrjongatások ez erre. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting has started, there was no backing down. I mean them. Kurva shotgunos. Maradjunk annál a felállásnál, aminél vagyunk. It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those.
Ők akarták. Följebb kéne menni. Mármilyen ezek a terepet úgy ismerik, mint a tenyerüket, úgyhogy az sem jelentene feltétlenül megoldást. Kurva élet. Ez a dinamit. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Távolsági harcos is van. Na most a jó. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure angry cussedness. Ez jó lesz. Most kellene a gránát. Gránát? Majd én gránátot mondok, dinamit. Allak, bazd meg. Le kéne vetődni oda, az jó. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide. And I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Basszájba. Anyád. Tamám. Köszi. Ah, már komolyodik a zene. Valami lesz. Dinamit. Összer. Ó, szép. How big was this cave? Big as hell, Ben.
Chiricahua had hit out there during the Indian Wars. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? Nyilván, Indian szellemek hemzsegett a barlang. Betegek. Ajaj. A reflex. Honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Letto. Na, tök hangulatos. Anyád se szeret. Kicsit adtunk rá némi nemi sebzést. Kéne menni egy picit. Meg a bennyi előnyünk legyen, ha már más nem. Köszi. How come you know so much about engines? A few years back I was married to two Mescalero women. At the same time. Nyilván. Yeah, they were sisters. Religion is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. You know what? Érdekes. Kösz. Ficker, új szint. Na. Hadd menjen. Legendás fegyver. Berakásos hatlövetű. Biztos. Talán jól olvastam. Ó. Ez ilyen misztikus barlangnak tűnik nagyon. I came upon this flooded grotto. And that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart. And if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. You know what? Me off. Birch. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Van még valaki? Ojjjj! Mennyi? Bazd még. I
I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. A fosz. Ide termett egy lépcső. Az durva. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Elkaplak szürke farkas. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering white water river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo jumbo. Mumbo jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. Megbotlottam, bazd meg. Kurva élet. Már itt egyensúlyozni kell, mint Lara Croft. Na most se jó. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of... At least three or four. Well, more than that, little lady. Köszi. Steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches around. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Mm-hmm. Ezért hiszik Célámosnak a csókát, mert össze-vissza beszél, és eléggé lehetetlen dolgokat magyaráz. Fasz meg. Rajtaütést nyilván. Passzájba. Az meg. Végre találtam. Csak ez csak így lehet, hogy így körbe-körbe futok. Talán vége van már. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. Hát jó. Elkapjuk szürke farkast végre, remélhetőleg. I followed it, as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. Hát legalább az összes ilyen titok megvan. Hogy mi a fene? But it was like that some of a bitch disappeared into thin air. Oh. A misztikus bele van valahogy csempészve. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Hát, jól nyomta a csávó biztos. És megvan itt a 9-es szint. Nézzük, kit kergetünk majd ezután.
És akkor szerintem már ennyi is lett volna a stream is. Hogyha arról van szó. Úgyhogy nézzük meg, hogyan folytatódik tovább ez a csodálatos történet. Lesz a következő kvázi epizód, mert ugye ez volt az ötödik. És nézzük, mi lesz a hatodik epizód, kit fogunk most, kit szeretnénk most akkor elkapni. Akkor inkább úgy mondom. Viszont ez a környezet egyébként rohadt jó volt. Nagyon tetszett. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Nice. Like how those dime novels make you out to be something you're not. Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Dalton Brothers, hatozik epizód. Na, ők miután híresek, hogy itt a vadnyugaton. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory, until Coffeyville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the right? I did my best, sir. We all did. Na, Ben is harcolt a Daltonok ellen, durva. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. That's durva. Story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Az jó lesz akkor majd, így a Daltonokkal. Folytatni itt az történetet, akik hát egyszer egy utcában két bankot is ki akartak rámolni. Ez baromi király. Na jó van, srácok, akkor szerintem már ennyi is lett volna ez a csodálatos dolog. Úgyhogy mára meg is köszönöm a figyelmet, és akkor majd legközelebb találkozunk. Nagyon lehetséges, hogy ugyanígy nagyon este felé, majd kiderül mi meg hogy lesz. Úgyhogy én mára meg is köszönöm mindenkinek a figyelmet, aki benézett vagy aki nem, mit tudom én, valami ilyesmi. Aztán a végén még, na mindegy, hagyjuk. Szóval köszi szépen, szerintem legközelebb majd talán Rocket League lesz, vagy holnap este, vagy ugye holnap után este hajnalban, attól függ, hogy hogyan, milyen állapotban leszek. Aztán majd kiderül, mi meg hogy lesz, és akkor még új év előtt szerintem, bár úgyis hát így szilveszter előtt még talán jelentkezem egyszer, majd kiderül. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát, kitartást azért még holnapra, meg ilyenek. Ja, és már kis péntek van, úgyhogy oda.